Két útszakasz, a Kossuth Lajos és a Winkler Mihály utca is megújult Bonyhádon az idei évben. A korszerűsítésre összesen 93 millió forintot fordított a város önkormányzata. A Kossuth utca felújítása részben 29 millió forint önerőből, továbbá 40 millió forint pályázati forrásból valósult meg. A Winkler utcai beruházást pedig teljes mértékben a település finanszírozta, 24 millió forintból készült el az útszakasz. A kivitelezést végző cég műszaki vezetője szerint mindkét út kifejezetten rossz állapot. Volt. A Winkler utcának az állapota az nagyon romosnak mondanám, tehát nagyon lassan lehetett már csak közlekedni a személygépjárművekkel, az aknák nagyon magasan voltak, kellett vigyázni, hogy a gépjárművek nehogy felakadjanak. Azt gondolom most egy strádát kaptak ahhoz képest az itt lakók. A Kossuth Lajos utca pedig rendkívül forgalmas, ezért volt szükség a korszerűsítésre, mondja Szabó Gábor. A munkálatok során az utak két oldalán süllyesztett szegély készült, valamint teljesen új aszfaltot kapott a felmart burkolat. Erősödünk, fejlődünk, gazdaságilag gyarapodik a város, folyamatosan nő az egyfőre jutó adóerőképességünk. Ez ugyanakkor bizonyos pályázatoknál, így a belügyminisztérium által két pályázatnál is mondhatjuk, hogy hátrány, hiszen nem 75 vagy akár 100%-os támogatottságban tudunk részt venni ilyen pályázatokon, hanem jelentősen erőt több 10 millió forintot is hozzá kell tenni, de a 65% még mindig több, mint a nulla, ezért minden lehetőséget igyekszünk megragadni. Így volt ez az elmúlt időszakban is. A polgármester elmondta, amennyiben a következőben nyújtott pályázat is sikeres lesz, a helyi képviselőtestület döntése értelmében 2022-ben a Fáy András utca felújítását fogják folytatni.